Elindult a világűrbe az első arab Mars misszió. A Remény névre keresztelt űrszonda a tervek szerint 7 hónap múlva éri el a vörös bolygót, ahol Mars körüli pályára áll és adatokat gyűjt a légkörről. Az Egyesült Arab Emírségek űrprogramjának hosszú távú célja az, hogy 100 éven belül telepet alapítsanak a Marson. Helyi idő szerint reggel 7 órakor lobbantak fel a sugárnyalábok az indító rakétában. Pillanatokkal később már el is hagyta a Földet az El Amal, magyarul Remény névre keresztelt Mars szonda és hordozó rakétája. Néhány másodperccel később már a légkör határát is meghódította. Miután levált rakétájáról, az El Amal kinyitotta napelemeit és megkezdte 7 hónapig tartó magányos zarándokútját a vörös bolygó felé. Átlagosan 121 ezer kilométeres óránkénti sebességgel fogja megtenni a 494 millió kilométeres távot, s várhatóan 2021 februárjában áll majd Mars körüli pályára. Örömújongás és tapsvihar tört ki az Egyesült Arab Emírségek űrügynökségének Dubai központjában, ahol az űrexpedíció vezetői élőben követték a kilövés minden mozzanatát. A Mars misszió projektvezetője hamarosan bejelentette, veszik a szonda jeleit és minden a terv szerint halad. A következő években ebből az épületből irányítják majd az űrszondát, amely reményeik szerint először gyűjt átfogó adatokat a Mars légköréről. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben ember lépjen a vörös bolygóra. Az arab űrügynökség igazgatója képtelen volt leplezni izgatottságát. Elképesztő érzés. Próbálunk visszafogottak maradni, de nem tudjuk magunkban tartani az örömünket. 6 évig dolgoztunk ezen, egy örökké valóságnak tűntek az elmúlt percek, mondta az igazgató. A szondáról származó gigászi adatmennyiség feldolgozásáért felelős mérnök informatikus úgy fogalmazott, számára egy Nobel-díjjal is felér a kilövés sikere. Annyira izgatott vagyok, úgy örülök, hogy sikeres volt a kilövés. Nem találok szavakat a bennem kavargó érzésekre, de ilyen lehet átvenni a Nobel-díjat, mondta Hessa Ali. Az olajban gazdag arab monarchia 6 éve jelentette be, hogy Mars kutatásra készül, és mindössze 3 évvel ezelőtt indította útjára nemzeti űrprogramját. A most útjára bocsájtott űrszonda kilövése és üzemeltetése 200 millió dollárt, vagyis mintegy 62 milliárd forintot emészt fel. A bolygóközi expedíciók hosszú távú célja, hogy 100 éven belül olyan telepeket létesítsenek a vörös bolygón, amelyeken emberek lakhatnak. Nem ez az egyetlen Mars misszió, amely a héten indul útnak. A kínai Wenchang-ban az utolsó simításokat végzik azon a hordozórakétán, amely a Tianwen 1-es űrszondát fogja röppályára állítani. A kínai misszió úti célja szintén a Mars. Nem csupán műholdat, de egy felszíni szondát, egy marsautót is magával visz a vörös bolygóra.